Nagyon szeretettel köszöntöm a kedves nézőket. Önök a Huszárvágás című adásunkat látják, aminek célja minden adásnak a magyarság felemelkedése. Szakács Gábor ma kedves vendégem, üdvözlöm. Köszönöm szépen. És tulajdonképpen megmondom őszintén, hogy a komfortzónájukat egy kicsit le fogjuk ma borogatni a beszélgetés kapcsán, ugyanis annyiféle elképzelés volt már a magyarság gyökereiről, honnan jöttünk, hová tartunk, kik is vagyunk igazából. Gábortól most egy teljesen, számomra bocsánat, egy új verziót fogunk hallani, amelynek egyébként tudományos alapjait is be fogjuk itt bizonyítani. És a beszélgetés közepén eljutunk a boszniai piramisokhoz, amelynek egyébként egyik jelentősége az volt, hogy a feltárásoknál, mint szinte egyetlen egy magyar kutatóként Szakács Gábor és kedves felesége volt jelen. Az ott alakult bizottságban úgy szintén tag volt, kedves felesége úgy egy éven keresztül 2009-ben, ezt meg konkrétan kiveszük, hogy milyen szerepet vállalt. És ma hol tartunk, hogy tudnánk azt elérni, hogy ezt a piramisokat a Magyar Tudományos Akadémia segítségével tárjuk föl, hogy igazából lássuk a gyökereinket, forrásainkat. Az első kérdésem igazából ön szerint honnan jött a magyarság, kik vagyunk, és ebben az egész boszniai piramis témakörbe hogy illeszkedik bele az az elképzelés, illetve teória, vagy nem tudom, hogy bizonyított dolog ez már, amit ön képvisel, illetve önök képviselnek. Tisztelettel köszönöm a lehetőséget, hogy ezekről beszélhetek. Tisztelettel köszöntöm mindazokat a nézőket, akiket ez érdekel, és bízom benne, hogy nem okozom nekik csalódást azzal, amit majd hallani fognak, és erősíti őket a magyarság tudatukban, ugyanis erről van szó, ez a lényeg. Azonban ez a lényeg kiegészítődik egy előzménnyel. Én soha nem tudok úgy beszélni sehol, hogy legalább két példaképemet ne említeném meg. Az egyik Torma Zsófia, aki az úgynevezett Tordos Vincsa műveltségnek a tordosi részét alapította, pontosabban ő tárta fel Tordoson 1875-ben, és ebből lett az az újkőkorszaki Tordos Vincsa műveltség, ami a világon elterjedt, és az első magyar régésznő a világon. A másik példaképünk pedig természetesen Forrai Sándor tanár úr, a modernkori rovásírás atya, aki idén lenne 100 éves, és épp ezért a róla elnevezett Forrai Sándor rovásírókörünk az idei évet az ő centenárium évének nyilvánította, és minden tevékenységünket és minden megszólásunkban rá kell, hogy emlékezzünk. A harmadik, aki nincs jelen, az a saját feleségem Friedrich Klára, akivel több mint 30 éve foglalkozunk rovásírás kutatással és oktatással. És ez a bevezető igazából ahhoz kapcsolódik, amit ön is említett a felvezetésben, hogy honnan indulhat a magyarság, vagy a különféle vándorlásai a magyarság rokon elődnépeknek. Én így nevezem a szkítákat, hunokat, avarokat, pártusokat. Ennek a bebizonyítása genetikusokra és más tudósokra tartozik. Én és feleségem a rovásírásba indulunk ki. És mivel a világ legrégibb írásműveltsége, nevezzük most rovásírásnak, vagy akár székely magyar rovásírásnak, nemzeti rovásírásnak, nemzeti írásnak. Ennek a legrégibb elemei a Kárpát-medencében találhatók mind a mai napig, és a legrégibb, a szó szerint a legrégibb, ez pedig a Magyar Nemzeti Múzeumban a bajóti rovásírásos pálca, ami egy szarvascsont töredék, ami 15 ezer éves. Ennél régebbi írásemlékünk nincs a világban, és a rovás emlékeknek az nagy mennyisége, ami a különféle szándékos pusztítás ellenére mégis megmaradt, ez mind azt mutatja, hogy ez az írásbeliség rajzott ki, mint egyfajta tudománya vagy tudás a világ különféle részeire, és akik elvitték, azok biztos, hogy a magyarokkal álltak kapcsolatban, lehet, hogy nem úgy hívták őket, de azokra a kapcsolatban, mert ez az írásbeliség, ez az írásrendszer igazából csak a magyar handrendhez igazodik. Hányféle írásrendszer van a világon, amiből utána nőttek ki a népek nyelvei? Gondolom azért a kínai írásjelek nem a magyar rovás írásból alakultak ki. Akkor ott vannak az arab írásjelek, amik teljesen más szimbólumokat és cizellátságokat használ. Hány ilyen ősforrás van, amiből aztán a világ népei saját nyelvüket, saját írásmódjukat alakították ki? Ha már pont a kínait is említettük, akkor azt kell mondanom, hogy a kínai az egy rendkívül összetett írásmódszer, amiben az egyes jelek önmagából szavakat is jelentenek, de ha összehasonlítjuk az egyes kínai
szó jelekben a különféle jelrészleteket, abból nagyon sokat tanálunk meg a székely magyarnak nevezett rovásírásnak az összerót jeleivel. Tehát nincs kizárva, hogy pontosan a Kárpát-perencéből bizonyos népek, vagy magyarul rokon elődnépek által a világban szétvitt írásműveltségnek a írásjelei részben beépültek a kínaiba. Természetesen magával a rovás írással nem lehet a kínai írást elolvasni, és a kínai írásból nem lehet elolvasni, de aki ismeri a jeleket, összefüggések vannak, mint hogy még az egyiptomi hieroglifák között is vannak olyan jelek, amelyek azonosíthatók néhány rovás jellel. De ami kimondottan a magyarból, vagy a székely magyarnak nevezett, hát akkor még ilyenkor, hogy székely magyart nem is nevezték, nevezzük rovásírásnak, abból vezethető le többek között az etruszk, vagy a germán rovásírás, és bizonyos jelek, amiket a türkök vettek át. És itt szeretném azt mondani, hogy bizonyos nézetek, amelyek a türk írásból, az úgynevezett jenyiszei orkóni távol-keleti feliratból vezeti le a mi rovásírásunkat, az teljesen téves, mert az a Krisztus utáni 6.-7. századból származik, a Bilge Kagán Kültegin testvérpárnak a síremléke. Akkor már a varok régen rovásírással foglalkoztak és közvetítettek egymás között a Kárpát hazában. Tehát itt évezredekkel régebbi az írásműveltség, mint a többinél. Az pedig a nyelvészeknek és az írás tudósoknak a feladata, hogy megállapítsák, hogy aztán a világnak a különféle írásműveltségei, amelyek évezredekkel fiatalabbak, mint a Kárpát-merencei, ezek hány betűt vettek át, és hogyan alakultak, és hogyan alakították őket. Tehát a forrás mindig ez a... A forrás ez. Mindig a forrás ez. Ugye Egyiptom is nagyon sokat foglalkozik ma a világ, és ilyen utazása kapcsán, amit tesznek, rengetegen jöttek álltak Egyiptomból lelkek, most ebben nem menjünk bele. A kislányom, aki 10 éves volt, ő mióta megszületett, csak Egyiptom érdekli, és kimentünk, és folyamatosan olvassa az egyiptomi képírást, amit ott, vagy hieroglifákat teljesen mindegy. Azzal milyen átfogás van, áttetszés a mi rovásírásunkkal, és az egyiptomi írásjelekkel kapcsolatosan? Én angol-németes idegenvezetőként a 80-as években vagy 10-szer voltam Egyiptomban is, voltam bent a Gizehi piramisban is. Ott bent magában, tehát a piramisban rovásjeleket nem láttam. De ott írásjelek sincsenek. Írásjelek sincsenek. De aki nem volt ott, az ezt állítja, ilyen is van. A hieroglifákkal kapcsolatban azt kell mondjam, hogy elterjedt az a nézet, hogy a hieroglifák kimondottan a rovásírással, vagy valami magyar írással fejthetők meg. Most Champollion, a francia nyelvtudós, nyelvzseni, ha ezt mondom, ő a rozeti kő alapján fejtette meg a hieroglifákat. Két nyelvű kő, amit három volt, tehát három. Volt az ógörög, a démotikus papírás Egyiptomban, és a hieroglifák. Uh-huh. És mivel a másik kettő már ismert volt az ő így korában, kirőlt az egy szótár. Uh-huh. Úgyhogy ennek alapján fejtette láttam meg. Láttam a Kairói Múzeumban. Igen, így van. Tehát nem magyarul lehet olvasni, és ő nem magyarul vagy rovásírással fejtette meg, hanem a két másik írásnak, a hieroglifa összeírásnál, és ezt pedig franciául írta le. Az már egy más kérdés, mint mondottam, hogy bizonyos jelek, például sokan mondják, hogy a Sphinxnél is van egy felett, hogy hun. Valóban ennek a jele, hogyha megnézzük a betűit, az összeállítását, akkor kijön az a felett, hogy hun. Csak nem biztos, hogy annak idején, amikor ez a felirat történt, és hieroglif jelekkel, akkor a hun ugyanazt jelentette, mint ahogy 100 000 évvel ezelőtt, hogyha valaki felírta, hogy apu, és ezt ma megtalálom, akkor nem biztos, hogy annak idején így hívták, de ez már csak a kétkedés, mert én szeretem a pontosságot. De ha azt mondom, hogy tót. Igen, igen. Úgy magyarul úgy jelent valamit, hogy tót, de más nyelveken nem volt szintén, hogy a tót. Így van. Ilyenkor szoktam azt mondani, hogy nincs kizárva. Lehetséges. Ennek a bizonyítása még hátra van, hogy a hieroglifákat lehessen teljes mértékben azonosítani az korábbi rovásírásnak a átalakított betűivel, de ez még bizonyításra vár, de nincs kizárva. A bevezetőjében említette, hogy igazából vannak a genetikai kutatások, hogy nyából vesznek, és akkor meg lehet állapítani, hogy ki honnan jött, és van az írásbeli kutatások ugyanúgy, mint hogyha genetikai kutatásokat vizsgálnánk. Ha mindjárt hamarosan el fogja mondani az ön elméletét ezzel az egész magyar ősi történettel. Ha ezt összehasonlítjuk azokkal a genom térképekkel, amit a magyarság genetikai vonalával kapcsolatosan fölvettek, ez mennyire zárja ki, vagy erősíti meg azt a teóriát, amit ön állít? Hogy mennyire? Ez embere válogatja, hogy mit mond erre. Én ezekre a nagyon távoli és több évezredet, vagy több, hát igen, több évezredet kell mondanom, átfogó dolgokat
ezeknek a kimondásával nagyon kell vigyázni, és óvatosan kell bánni. Hiszen, hogyha olyasmit mondunk, ami nem bizonyítható, akkor azok, akik esetleg nem szeretik a magyarokat, előfordulhat, hogy vannak ilyenek is, azok fölhasználják arra, hogy mi milyen butaságokat beszélünk. A genetikai kapcsolat nem az én szakterületem, de azt tudom, hogy ezzel legkorábban, már évtizedekkel ezelőtt Kiszeli István professzor kérésére, meghívására Matsumoto japán professzor jött Magyarországra, és ő állapított meg olyan genetikai összefüggéseket, amelyek a távol-keleti és a magyar nép között megvannak. A fő gondot az jelenti, hogy szinte kizárt, vagy majdnem lehetetlen Magyarországon olyan csúnya szóval raszt, pedig az csak egy van a, magyar, a világ, tehát a nép az egy raszt, nem lehet ezt különféle venni, de mégiscsak aki kimondtan a magyarokhoz köthető, azért nehéz ennek a megalapítása, mert éppen a magyarság olyan mértékben keveredett az elmúlt évszázadokban az ide érkező különféle egyéb népekkel, hogy szinte nehéz egyet megtalálni, aki tényleg megmaradt annak, aki volt. Egy olyan olvasztó tégelybe vagyunk, amiben vagy egy kicsi zsidó, egy kicsi cigány, egy kicsi török, egy kicsi osztrák. És minden osztrák, tehát mindenki megtalálható itt, és ezért vagyunk mi a genetikailag egy csodálatosan kiforrott, akkor nem ilyen szólt, raszt használjuk itt, ugye? De használhatjuk, tehát ez nem pejoratív, tehát nem csúnya lenéző értelemben. Tehát innentől fogva eléggé anakronikus kijelenteni, hogy én zsidógyűlölő, vagy cigánygyűlölő, vagy magyar gyűlölő vagyok, mert mutassanak itt egyetlen egy tiszta vérű magyart, azt megtesszük holnap királynak, így van? Tehát én mindig ez a példával jövök. És nem csak ezt különbözteti meg, én nekem, mint idegenvezetőnek a félvilágot bejártam, én rengeteg emberrel találkoztam, és meg kell tapasztaljam, hogy nem mindig attól rossz valaki, hogy nem a magyar, és nem mindig attól jó valaki, hogy magyar. Sajnos mind a kettőre van példa, hiszen hadd mondjam azt, hogy a délvidéken az első rovásfeliratos településtáblát, ami Székelyföldről indult, én avattam a Duna mellett, és egy szerb ember faragta meg, mert nem volt magyar, aki megfaragja vagy ért hozzá, ráadásul ingyen. Na most akkor erre a szerb emberre én nem mondhatom azt, hogy rossz ember, mert ott volt a táblavatásnál, tehát nem fémtáblát avaztunk, hanem fatáblát, és ezt ő megcsinálta. Egyébként azt kell látni, hogy itt az ember, a boszniai vagy a szerb ember, magyar ember sose volt baj egymással, hanem mindig a politikusok és más erők. Politikai lázítás volt mindig egymás között. Szeretném hallani az ön magyarság teóriáját. Feleségemmel, akit az előbb említettem, hogy az egyik példaképen, mert a rovásírást tőle tanultam, igaz, hogy annak már jó néhány évtizede van, Fridi Klárával, aki szintén olyan dolgokat szeret csak kimondani, és sajnos most nem tud itt lenni az adásban, amit bizonyítani tudunk. De mint tanár azt is tudja, hogy iskolában a gyerekeknek sem lehet mindent mondani, csak azt, amit meg tudnak tanulni, és számon tudunk tőlük kérni. Valamint, hogyha tovább mondják valakinek, mint bizonyságot, akkor nem fognak megszégyenülni. Tehát, hogyha ők azt tanulják az iskolában, hogy 2x2=4, ezzel elmernek vitatkozni azokkal, akik azt mondják, hogy 2x2=5. Tehát ez leegyszerűsítve, ez jelenti a mi szemléletünket a magyarsággal kapcsolatban. Magyarok honnan származhatnak? Hogy önmagában, mióta a magyar név létezik, az a Kárpát-merencéhez köthető, még akkor is, hogyha akárhány visszatérése volt a Kárpát-hazába, hiszen Árpád magyarjait az avarok fogadták, és egyetlen ütközet nem volt közöttük, már pedig azt tudjuk jól, hogy a szomszédok, az utcában a szomszédok is időnként vérre mennek, hogyha valakinek a macskája átmegy, vagy átnyúlik a falnak az ága, és nem hajlandó ott hagyni, akkor hogy engedni át egy ott lévő népcsoport az újonnan érkezetteknek a területét? Nem, várták, együtt voltak. Tehát volt olyan honfoglalás ebben a teóriában mindenféleképpen? Tehát az a honfoglalás, amit mi 896-hoz kötünk, ez egy visszatérés, amit akkor Árpád nevéhez köthetünk. De akik itt voltak, és ez László Gyula kettős honfoglalásában is már megjelenik, ez még tovább mehet visszafelé a múltba, ugye a hunokhoz. A hunokról elég sok forrásunk van, tudjuk, hogy kik voltak, és a királyaink, a kezdeti királyaink, az árpádházi királyaink és a krónikásaink az első királyainkat a hunoktól származtatták le. Tehát igazából nem, ha hazudtak volna, azt azonnal meg lehetett volna cáfolni. Tehát ért egy olyan közös tudat, ami a magyarokat az avarokon korábban a hunokhoz kapcsolta. Tehát a hunokhoz mindenféleképpen, és a Nagyszent Miklósi lelet, amit körülbelül a 400-as évek
tájára tesznek a tudósok, hogy akkor készülhetett, tehát a hunkorban, azon is rovás jelek is vannak. Más jelek is vannak, de rovás jelek is, és ez a rovás írás, ez az írásművetség egész a mai napig tart. Tehát mi ebből indultunk ki, hogy olyan népcsoport kellett, hogy lakja a Kárpát-hazát eredetileg, amelyik azt az írásrendszert használta, amit mai napig mi is. Teljes ABC-jét nem ismerjük, hiszen nem úgy találtuk meg az emlékeket, tehát néhány jel van a bajóti párca szarvas csontdarabkán, pálca végen. Néhány jel van a tatárlakai korongon, ami 7500-8200 éves, tehát az újkőkorszaki, a tordosfincsa műveltségnek a része. És ha tovább megyünk, a további olyan emlékeink, amik szintén megvannak, ezek a jelek megjelennek, és elsősorban a ma használatos rovásírás ABC-n kell mutatnak azonosságot, sőt, összerovások is vannak, mint a tatárlakai korongon. Márpedig az összerovás egy olyan sajátos fajtája a rovás írás művetségnek, amit nem minden rovás írást használó nép használt. Például sem az ecuszok, sem a germánok, sem a türkök nem használtak összerovást. Viszont a szkítáknál, hunoknál, avaroknál találtunk összerovást, tehát ez megint csak összehozza ezeket a népeket, és a tág fogalom szerint, hogy én mondom, magyarra rokod előd népek, megerősítették ezt a kárpát-medencei korábbi lakást. Adatot, hogy 15 ezer éves volt az az agancs, ami igen, volt rovás, de azt jelenti, hogy 15 ezer évvel ezelőtt már itt élt egy olyan nép, amely rovásírást használta, és utána ez a nép innen szerteszéllyel ment a világba, tehát ön itt forrásozva a magyar őshazát ezen a tájékon, tehát nem ide jöttünk, hanem eleve a fejlődésünk során itt alakult ki ez a népcsoport, ahol vagyunk. Tehát nem jöttünk, mentünk, néha elmentünk, de mindig is itt voltunk ezen a környéken. Igen, ez egy nézet, bizonyítani csak közvetetten tudom az írás műveltséggel, hiszen ez a csont darabka, ez egy 15-20 ezer éves bolygatatlan rétegben találták meg. Ezt C14-es szín vizsgálatta, vagy mivel állapította? Ehhez nem is kellett a csontot, meg tudják alapítani a C14-et, de ez még az sem kellett, mert a feltárásnál a feltárók azok mindig a rétegeket nézik, és egy 15-20 ezer éves bolygatatlan rétegből tárták fel. Majd a boszniai kérdéseknál nagyon fontos erről beszélni majd. Van. Tehát Hillebrand Jenő 1931-ben, ha jól emlékszem, tárta fel, tehát a bajoti barlangban. Tehát ők ezt a rétegenként nézték, hogy hány éves, azt meg tudják állapítani a régészek, hogy hogy van. Tehát nem is kellett még a csont darabkát sem megnézni C14-jel, hanem egyáltalán a bolygatatlan réteg mutatta, tehát hogy ez van. A régészetnek, Marinének nagyon fontos, tehát igen, elkezdjük a földet lefele ásni, és amikor ismerjük a földtani rétegeket, hogy mikor mi volt, és igen, lehet látni, akkor erről már van egy térkép, egy időpont, plusz-minusz pár száz évvel behatárolt. Ez egy szelvény térkép, egy szelvény térkép, úgy hívjuk. És tehát akkor leásunk a 15 ezer mélységre, és ott állunk valamit, akkor nagy pontossága megállapítható, hogy milyen földtörténeti korszakban került oda be ez a lelet. Így van? Így van, ez azért nem naprakész dolog, ezért van úgy, hogy egy 15-18 ezer éves, plusz ez az 5 ezer éves, belefér. Mi életünkben, igaz? Igen, így van. És azért mondtam még, bocsánat, hogy akkor befejezzem a gondolatsort, hogy évezredekig még máshol a világon nem jelent meg írás műveltség. Tehát a tordosfincsa műveltséget még később követte ugye a mezopotámiai ékírásos műveltség. Az előbb említettem, hogy a germán írásmód is ebből alakult, tehát az európai ős civilizáció, bármilyen nem tetszik el sok embernek, akkor itt kellett lenni a Kárpát-medencében. Ez így van, ettől ők nem rosszabbak, nem kevesebbek, minden népnek megvan, amiben nagyszerű, akár a németek, akár az olaszok, tehát mindenkire lehet mondani jót. Történetesen az írás műveltség az a Kárpát-medencében a legrégibb, és ez tetszik vagy nem tetszik, ez ténykérdés. Nekem német barátaim soha nem kifogásolták, hogy én ezt mondom a magyarság szempontjából, pedig értenek magyarul is, én meg németül, beszélünk a germán runákról, de ebből soha nincs az, hogy valamelyik nép... Most ebből ugye fontosan nem akarom belemenni, de a Isten kiválasztott népe és a magyarsági konfliktusról érkeztünk meg, és a genetikai térképeket megnézzük, akkor a magyar legősibb gén térképekkel rendelkezik, és ez nem vita tárgya már, még hogyha erre nagyon nagy pénzeket költöttek, ezért nem hozták ezt nyilvánosságra, mert ki szereti ezt bevallani, hogy van egy ősibb nép, mint Isten kiválasztott népe. Menjünk egy kicsit a
boszniai piramisokhoz. Egyáltalán miért fontos ez nekünk magyarságnak? Hogy találkozott, hogy jutott el oda? És mi ez az egész dolog? Mit bizonyít ez a számunkra? És egyáltalán miért fontosak a piramisok az emberi kultúra szempontjából? És az ottani rovásírás emlék is érdekelne, amivel mint valamilyen módon következtetéseket tudott lehozni. Önmagában a rovásírás, mint mondottam, a legfontosabb a magyarság számára, mert egy olyan eredettel kapcsolatos írásos bizonyíték, amit a világon ilyen régre visszamenőleg egyetlen népcsoport sem tud felmutatni. Tehát nekünk meghatározó a mi múltunk szempontjából a gyökér, ahogy mondjuk szokták, a kályha, ahonnan el kell indulni. Ezért nagyon lényeges, ezért foglalkoztunk mi ezzel, foglalkozunk, ezért foglalkozott ezzel Forrai Sándor, Magyar Adorján, az 1800-as évek végén Fischer Károly Antal, de az 1500-as években Bél Mátyás, vagy Bocskai István fejedelemnek a történetírója. Tehát annyi emlékünk van, hogy a tudomány emberei, annak idején, mint papok a középkorban, ezt igen fontosnak tartották. A mi feladatunk ennek a megőrzése, és így jutottunk el pontosan mi is a boszniai hegy piramisoknak egy nem is eredetével, hanem valamilyen közelítő beazonosításával kapcsolatos megállapításhoz, amelynek alapján feleségemet és engem 2008-ban a Nemzetközi Szarajevói Tudós Tanácskozásra meghívtak, hogy ezt az elméletet mondjuk el, amit korábban megküldtünk a szervezőknek. Feleségemet méradásul az egyik alelnöknek is választották, annyira fontosnak tartották a megállapításunkat, csak ő nem tudott akkor eljönni, és én egy 20 perces angol nyelvű előadásban képekkel kell bizonyítsam a nevezzük elméletünket, ami hát igazából nem annyira elmélet, hanem a tény. Azt, hogy mikor építették ezeket a hegypiramisokat, hiszen a tudós tanácskozás csak azt állapította meg, hogy a oldalán bizonyos rétegeknél, ahol a feltárás megkezdődött, ott mesterséges lapokat találnak, sőt, két piramis a öt közül, amelyikhol a feltárás volt, annak a felszínén olyan kövekből épített járda vagy út volt, amiből több ezer van egymás mellé rakva ilyen. Hát ez nem töredezett, nem, ez egy kőlap, amit leraknak egy. Ezt onnan hoztam, persze. Uh-huh. Semmi, lehet a oldalt is látni, hogy hol illeszkedett a másik társához. Tehát ez itt ilyen lapok vannak, ott meg ilyen lapokat lehet megnézni. Ott volt egy elképzelés, hogy esetleg ez mesterséges kő, de igazából a másik bizonyíték meg azt mondja, hogy ezek természetes konglomerátumok, vagy... Ez két különféle dolog. Igen. Más a konglomerátum, és más az ez... Nagyon összességgel, de én nem vagyok geológus, tehát ebben nem akarok belemenni, de ott nekem azt mondták, hogy ilyen egyforma köveket, ezt szét is lehetne törni, mert ez inkább homokkőnek tűnik az én szememben, tehát azért nagyon homogén a szerkezet egyébként. Ez teljesen egyforma, tehát a természet ilyet nem hoz, és főleg úgy nem, hogy egymás mellé rakja őket. Tehát, de mivel nincs bizonyítva, hogy ezek a piramis hegyek az alapuktól a tetejéig, mint Gizekben, vagy Egyiptom, Mexikóban mind mesterséges, ezért piramis hegynek, Piramid Hillnek nevezték el, tehát így kell hívni ezeket a hegyeket is. Szarajevótól 30 kilométerre, hogy nem túrták ezt még szét az elmúlt 100 években. Mutatunk itt ilyen fotót a kedves nézőnek, hogy egy zölddel bevont, de teljes piramis alakzatú építményről van szó, szóval aminek még a tájolása is, hogyha jól megnézzük, akkor hasonló, hogy az élek az észak-déli irányhoz csatlakoznak, hasonlóan, mint a gizei piramisok, vagy egyéb a világ más pontjain fellelhető piramisok. Mennyire csatlakozik ez a piramis rendszer az egész világon fellelhető piramisokhoz, illetve azt mondják, hogy a csillagos égboltot rakták ki az egész föld felületén, és ehhez próbáltak igazodni. Hát ez több kérdés, megpróbálom röviden összefoglalni, mert ez egy előadásnak a része, ha ezekről tartok előadást, az önmagában 90 perc plusz a kérdések plusz vetítés. Itt most két-három mondatban ezt a lényeget, hogy utána a rovásírás részről tudjak szólni. Annyiban piramishoz, tehát piramisnak nevezhető, csak azért nem teljesen piramis, mert mondom, nem teljes mértékben megállapított, hogy minden mesterséges rajta. A piramisnak mindennek mesterségesnek kell lenni. De a piramis kifejezésnek, hogy egyáltalán elhangozzék, annak vannak ismérvei. Kell, hogy az észak-dél-kelet-nyugati tájolás, az égtáj tájolása tökéletes legyen. Tudszög. Még akkor is, hogyha esetleg az év ezredek folyamán kicsit lekerekedik az oldal, de valahogy lehessen látni, hogy élei voltak. A teteje mindig a sarcsillagra kell, hogy mutasson,
kell, hogy legyenek benne járatok. Egyiptomban királyok, illetve királyok kamrája, meg halottas kamra, tehát valami kell, hogy legyen szellőző járatok. Na most ezekben a hegypiramisokban, és elsősorban a csúcsosban, mert nem mindig ilyen csúcsos, mint a Viszocsica, a bosnyák nevén, mesterségesen nappiramis, tehát ott is megtalálhatók a alagutak, tehát az ismérveknek megfelel, csak azt nem tudják, hogy minden mesterségese vagy nem benne. Úgy kapcsolódik a piramis rendszerhez, ami a világon van, hogy amit tudunk, és a tudomány alapvetően eddig csak az egyiptomi és mexikai piramisokat fogadta el, mert ezeket mesterségesnek bebizonyította, a világon lévő több ezer más piramisról nem vesz tudomást addig, amíg valamilyen bizonyíték nem lesz. Viszont amikor Oszmanovics eljött Magyarországra 2009. februárjában, a kérésemre, és Budapesten a MOM Kultúrházban nagyszabás előadást tartott, akkor bemutatott a világon még kb. 10-15 olyan hegypiramist Perúból, Okinawa mellett a tenger alatt, Szicíliában, Ukrajnában, tehát a világ bármely részén megtalálhatók a hegypiramisok, amelyeket kutatni kéne, és ugyanígy van Magyarországon is, pontosabban a Kárpát-medencében, nevezzük Kárpát hazának, tehát a történelmi országot, ahol én magam legalább 15 olyan helyet tudok, amit érdemes lenne kutatni. De az a fő gond ezzel, hogy mivel a tudományvilága elfogadott egy álláspontot, ezt az álláspontot a tudomány nagyon ritkán változtatja meg. És nem hajlandó elfogadni, hogy a világon a piramisépítés, a mesterséges piramisoknak a keletkezés, vagy a építése a világ különböző részein ugyanolyan mesterséges dolog volt, mint Egyiptomban vagy Mexikóban. És éppen ezért próbál erről úgy beszélni, hogy hát ez csak kitalálás, fantazmagória, bár szerencsére Szemir Oszmanovics a feltáró, amikor 2005-ben neki kezdett ennek a feltárásnak, akkor elérte most már azt, hogy azt hiszem a Discovery vagy a National Channel is foglalkozott vele. Hogy addig miért nem tűnt fel? Kérdezem én, ha ma nem meri sok ember azt mondani, hogy ez piramis. Hadd mondjak egy esetet, Boszniában, mikor mentünk busztal oda, éjszaka, és aztán túlléptük a sebességet, és a rendőr megállított, hogy hát hova sietnek. És mondjuk, hát a piramid szunca. Ja, jó, akkor menjenek. Azaz a bolondokkal nincs mit kezdeni. Aha. Tehát amikor a világon ma is ez a képző, akkor vajon 100 évvel ezelőtt, akkor hogy merte volna valaki azt mondani, hogy ezek piramisok? Tehát a világ úgy állt ehhez a kérdéshez, hogy ma is egy jelentős része nem hajlandó erről tudomásul venni. Uh-huh. A másik rész pedig, ami a magyarokkal kapcsolatos, ha van kérdés, akkor most tegye fel, mert hogyha abba belemegyek, világos, akkor nem... Az van csak, hogy, annak néztem utána pont az elmúlt hetekben, hogy ott régészeknek létrehoztak egy kis komplett szállást, 100 körül régész tudnak fogadni, magyar régész egy darab nincs közöttük, 20 euró a teljes ellátásuk, és amikor üzentem nekik, hogy mi lenne, hogyha magyar régész fiatalokat fogadnának, akkor visszajött a válasz, hogy héten belül, hogy 3 euróért biztos tennek magyar fiataloknak, mert itt van ez a tietek, ássuk már ki, és valamiért ez nem. Ugyanakkor meg olvasva az anyagokat, ugye az a bajok ezek a Oszmanovicsa, hogy ő nem a régészeti árok szisztémával, pont az erről beszéltünk erről, hogy ő megsértette ezt a régészeti szabályt, éppen ezért a régészet számára ma már nem értékelhető ez az egész dolog, de ugyanakkor a piramisok feltáratlanok, csak egy 300 méteres járat van, ahol jönnek-mennek az emberek, és ott a csoda, aminek elsősorban a magyar hovatartozás miatt nekünk lenne fontos, hogy ezt kiássuk, ugye, és megint ott vagyunk, hogy én nagyon tisztelem a Tudományos Akadémiát, de az elmúlt pár száz évben nem Magyarországon élő magyar tudós kapta Nobel-díjat, tehát ez fajta hozzáállás, meg a gondolkodásmódhoz, hogy ön is nagyon minden szavával, tisztelettel beszél róluk, mert ugye nem kell ellenmenni a dolgoknak, de mindig tudjuk, hogy az új felfedezéseket mindig a bizonytalanságban és a homályban tették meg az emberek, csak a bizonytalan dolgokba lehet újabb dolgokat szerezni, amíg a státuszkót tartjuk fenn több száz éven keresztül, addig a kvantumfizika Newton idejében is elég hülye hangzott volna, így van? És akkor elnézést, sok beszédére visszaadnám én. Nem, mert nagyon jó észrevételek voltak, köszönöm szépen, mert nem nekem kellett elmondani, ön elmondta, ez nagyon jó volt ez az összefoglalás. Oszmanovicssal már az gond volt 2005-ben, hogy neki nem ez volt a foglalkozása, nem régész volt akkor, annak tanult, uh-huh. És elsősorban a dél-amerikai civilizációkkal foglalkozott, de akkor belásta magát a piramis kutatásba, és most már, mint kandidátus, a Szentpétervári Orosz Természettudományi Akadémia hiteles tagja. Most már nem lehet azt mondani rá, hogy amatőr, mezitlábas, árvalányhajas tudós,
Tehát itt nagyon nehéz helyzetbe került a tudomány, mert kiderült, hogy ez az ember nem amatőr. Hiszen szeretik azt mondja, akinek nincs akadémikusi képesítése, az nem ért semmihez. Torma Zsófi a világ első régészasszonya, aki Schliemannal, a másik amatőrrel, ugye nem hitték el neki, hogy Trója ott van, ahol van, őnek is se volt tudományos képesítése, mégis az ő nevéhez köthető. Tehát akinek nincs tudományos képesítése, ezt mindenkit általában leszoktak amatőrözni. Énként, amikor ezek az emberek elmennek Afrikába kutatni az oroszlánokat és az összes vadállatot, csak azt nem eszik meg az oroszlánok, akiknek van tudományos képesítésük. De most ez egy nagyon csúnya vicc volt, és visszaadnám. Értem. A tudás fejet mindenelőtt fejet hajtunk, hiszen Torma Zsófi, Forrai Sándor, Szent Katonai Bálint Gábor 28 nyelven beszélt, a Magyar Tudományos Akadémia tagja volt 1800-as években, de el kellett jöjjön, mert nem tudta azt a szemletet elfogadni, ami ott volt. Ma sincs ez másképp. És ma sincs másképpen, ez a fő gondunk, és ami a grovás írással kapcsolatos, az a legfontosabb, három mondatban is össze tudom foglalni, hogy én 2006-ban már ott voltam, azóta 9-szer, feleségem 2-szer volt velem, vittem magammal összesen vagy 150 embert, aki kíváncsi volt, hogy nézze meg, ne az legyen, hogy én kitalálok valamit, és akkor azt mondok, amit akarok, tehát azok szemtanúi voltak annak, amit ott megállapítottunk, és a következőt állapítottuk meg. Azokat a jeleket, amik a piramishoz vezető alagútban, a Ravnye alagútban, Ravnye településnél kezdődik a piramis, valamint a felszínen találtunk, ezekből 21-et azonosítottunk a mai napig használt székely magyarnak nevezett rovásírás 38 ABC-jéből. Ilyen mértékű azonosság a világ bármely más írásműveltségével az ott talált jeleknek nemhogy nincs, ilyen arányban, hanem egyáltalán nincs. Tehát nincsenek is olyan jelek, amik nem a mi rovás írásunkhoz kapcsolódnak. Ami nem oda kapcsolódik, az nem jel, hanem csak vájatok, rovátkák, amit nem lehet, amivel nem lehet mit kezdeni. Tehát ezt állítjuk, hogy ennek a műveltségnek valamilyen kapcsolata kellett, hogy legyen azzal a Kárpát-merencei Tordos-Vincsa műveltséggel, amiről úgy gondoltuk, hogy csak a Kárpát-merencében van. Nem ott van, hanem látjuk, hogy lejjebb is van. És ha lejjebb is van, akkor már érthető, hogy ez a dolog, tehát feljebb nincsen. De ebbe az irányba, tehát olyan úgy értem, a Balkán felé, ez tovább nyúlik, hogy akkor ebből az irányból ment ez az írás műveltség többek között Mezopotámiába is. Tehát mi ezt az írás műveltségi bizonyítékot Viszakónál használtuk fel arra, hogy egy magyarral rokon előd nép lehetett, aki ezt hátrahagyta, vagy akik hátrahagyták, hiszen csak a mi írásunkhoz köthető, amelyet pedig egyedül a magyarság használ mind a mai napig. Ennek három kérdés tetődik föl. Ugye azt tudjuk, hogy a gizei piramis akkor mostani idő 4500 éves ebbe a időszakban. Habár vannak, hogy Atlantis után építették, de ezt nem tudjuk bevizetni, nem a mi dolgunk. A rovásírást, amit a székelyekhez származtatnak, 6-7000 évesre teszik, ezt majd megcáfolja vagy megerősíti. Mennyi idős lehet innentől fogva ez a piramis, amit a nappiramis, meg ez a piramis komplexum, amit önök ott találtak? És kik építették ön szerint? Igen, itt megint több kérdés van, megpróbálom gyorsan összefoglalni. Tehát a tényszerűségnél maradva. Tehát ezek a jelek, amiket ott láttunk, azok a mi rovás ABC-nkhez köthetők alakilag. Ez nagyon fontos megállapítás, hiszen hogyha azt mondjuk, hogy valamikor vannak ilyen nézetek, hogy az emberek, a magyarok másképp beszéltek, több hangjuk volt, de amíg ezt nem tudjuk bizonyítani, addig természetesen miért ne lehetne? Mert hogy a rovásírás a hangot követte. Így van, ez az egy hang, egy betű. Éppen ezért nem lehet teljes mértékben átélni se a románt, se a lengyelt, se a törököt, semmit. Ez a szögödi, meg egy nógrádi. Így van, de az ugyanaz, mert az tájszólás. Aha. Tehát igazából azt mondom, hogy Pálóc, vagy Vasmegye, vagy Szöged. Akkor tájrovásírásról beszélünk. De tájrovásírásról sem beszélhetünk, ezek tájszavak, tájszólás, mert a latin ABC-t sem úgy írjuk le, tehát a szögedi, vagy a Pálóc, vagy a Vasmegyei nem a kiejtésnek megfelelően írja az ABC-t, hanem ez így alakult, tehát az ABC, amit meg kell tanulni, az csak egyfajta lehet, mint ahogy a latin betűs ABC is nekünk az, mint ahogy a rovás ABC is. Amit pedig a magyarsággal kapcsolatban tartatunk, a rovásírásnak a kora, tehát a Kárpát-hazában, mint mondottam, a tordosi tartják a legfontosabbnak, mert az lelet együttes volt, és nem egy darab csondarabka, mint a bajóti, és aztán ahhoz képest még sok másik. De a széket pedig csak azért mondjuk, mert a tiszteletből, mert a székelyeknél maradt.
fenn a legtovább és a legtöbb emlékünk ott van, de ilyen, hogy ahogy próbáltak egyesek különválasztani, hogy Kárpát-Perencei rovásírás, Székely-Magyar rovásírás, Kazár rovásírás, Steppei rovásírás, ilyen nincsen. Egy rovásírás van, ez a Kárpát-medencei rovásírás, amit a legrégebbi leletek alapján innen származott a világ különféle részébe, egy és oszthatatlan. Tehát kerülgetjük a kását, tehát innen származott itt a világban. Tehát van. Nem Ázsiából nem érkezett, nem. Tehát hittel vallja, hogy akkor nem ez az ázsiai vonal, ami megállt jobbra-balra pár ezer évekre, és utána érkezett ide, hanem itt alakult ki, és innen származott céljel a világban, és utána újból ide tért vissza, tehát hogy birodalmakat épített. Ketté, így van, az a népcsoport, amelyik a Kárpát hazában volt, hogy miért vált szét, egyesek szerint túlnépesedés miatt, másrészt időjárási viszonyok kényszerítették arra, hogy innen bárhova menjen, akárhová a világban, akár keletre, az egy kérdés, de nem mindenki ment el, hiszen, mint mondtam, az avarok visszatérőként fogadták Árpádot, és nem ellenségesen. Uh-huh. Máskülönben ez viszont nem lehetne lehetséges. A türkrovásírás, az a jeniszei, ahogy mondottam, a Birkagán Kültegin féle oszlop is, tehát ezek Krisztus utáni 700-as évekből származó dolgok. Még Európában, még a germán runák is, meg a etruszk írások is mind régebbiek. Tehát én mindenféleképpen az írás alapján Kárpát-medencei művetségről beszélek, és ezért írtuk feleségemmel azt a könyvet már 2003-ban, amelyik az a címe, hogy Kárpát-medencei birtoklevelünk a rovásírás. És ezt senki nem tudta eddig megcáfolni, mert itt vannak a legrégibb rovás emlékek, és ezek a jelek mai napig használatosak. Nem tud a világon még egy népet mondani, sem a távol-keleti, sem távol-nyugati, sem déli, amelyik régebben és folyamatosan ugyanezt a betűrendszert használta volna a művetsége terjesztésére. Viszokói hegypiramis kora. Az, hogy a tudósok mit mondanak Egyiptomról, és mit mondanak Mexikóról, hogy hány évesek ezek a piramisok, azt én nem vitatom, nem vagyok piramiskutató, ezt most határozottan kijelentem, mert volt, aki már ezt mondta, hogy az vagyok, nem vagyok, csak foglalkoztam piramisokkal, ott voltam a tanácskozáson, és legalább 10-szer voltam Egyiptomban, tehát tudok valamit erről. Azoknak a korát egyes tudósok meghatározták. Az építését nem tudja senki, elméletek vannak, még a tudósok között is. Hány éves a hajós kapitány, azaz a viszokai hegypiramis? Ezt nem tudta megmondani senki, de éppen a rovás írás segít nekünk egy bizonyos dologban, aminek vannak társ tudományai. Többek között az, hogy Nagyanukics, bosnyák régésznő már a feltárások erején annyit mondott, hogy az utolsó jégkorszak idején, ami 10-12 ezer évvel ezelőtt volt, ebben a formában ez a hegy már ott állt. Nem azt mondta, hogy mikor építették, kik építették, hogy ez már akkor ott volt, ebben a formában. Ehhez jött a Szarajevói Egyetemnek a talajtani kutató részlege, amelyik viszont azt alapította meg, hogy ennél a dőlésszögnél, ami lényegében majdnem azonos a gízai piramisnak a dőlésszögével, tehát ebben is majdnem azonosság van, csak éppen ez sokkal nagyobb, mint a gizehi, egy centiméter vastag földréteg megtapadásához 250 év szükséges. Ott, amit most már bokrok, hegyek borítanak, azon a részen a feltárást eltisztították a földréteget, körülbelül 40-50-60 centi vastag. Ha csak matematika alapon a 40-50-60-at beszorzom a 250-nel, akkor kijön ez a 10-12.500 év. Tehát azt jelenti, hogy a borítás is rajta legalább ennyi idős kell, hogy legyen. Említett, hogy a szellőzőjáratok ebben is vannak. Így van. Azt hogy találták meg a na most ebből jött az ki, hogy 10-12.000 évvel ezelőtt ez a piramis már hegy ott kellett, hogy álljon ebben a formájában, de hogy mikor építették, vagy keletkezett, uram, bocsa, azt mondom, azt senki nem tudja. Ennél részgebre nem érdemes visszamenni. Az viszont, hogy hogy állapították meg, azért, mert volna egy úgynevezett georadar rendszer, de nem csak az, amiből a Földön kutatnak. Itt egy kicsit, hogy mondjam, máshol van szó, amikor a délszláv háborúban az amerikaiak azt szerették volna megtudni, hogy milyen alagutakban rejtették el a szerbek a jugoszláv hadseregnek a munícióját, páncélosokat, stb., akkor légi felvételeket készítettek, és szondákról, és ez azért elég mélyen be tudott menni a földbe, tehát nem pár méterre, és így tudták, hogy van, és ennek alapján Oszmar Agisnak barátja volt a NASA-nál, ahol ezek a felvételek megvoltak, és onnan tudott kapni különféle részleteket, hogy hol vannak ezek a járatok, és így kezdődött az első leghosszabb Ravnyel járatnak a feltárása, amelyben mondom, én is benn voltam, de akkor még feleségem is, de akkor még nem úgy, mint most, hogy most már turistáknak ki van építve, be lehet menni, a kövek ott vannak, még a rovásáskövek,
csak akkor mi még hason csúsztunk 300 métert, most már föl lehet állva és nyugalmasabb. Mi kellene ahhoz, hogy ez a dolog tovább lépjen? 3-4 pontba foglalja össze, elmondom, hogy mi felajánlásunkat. Szeretnénk május hónapban egy kisebb expedíciót oda indítani, pontosan azért, hogy saját felvételeink legyenek, mindenki oda egy pár szakembert, akit ön esetleg javasol az ön segítségével. Hogy erősítsük meg a magyarság tudatát azáltal, hogy a piramisokkal valamilyen összefüggésbe hozzuk az ősi gyökereinket? Mert ez lenne a legfontosabb üzenet egy ilyen kutatásnak, ásatásnak. Ez egy járulékos része a dolognak, és főleg azért, mert időben a végtelenbe vész. Tehát én hiába ott lévő rovásjelekre sem mondhatom azt, hogy több mint 10 000 éves, mert hogyha nem tudjuk, hogy hány éves, vagy mikor került oda az alagútba, mint ahogy ott találtak egy fadarabot, erre a fadarabra, hát ezt én mondtam meg Magyarországon, hogy találtak egy ilyen fadarabot, amit a C14-jel Lengyelországban és Németországban 30-35 ezer évesnek állapítottak meg, ott a tudós tanácskozáson mutatták be és mondták el, tehát én mondtam el, de ezen nincsenek rovásjelek, és nem tudjuk mióta van az alagútban. Uh-huh. Mert lehet, hogy csak 1000 éve van, de lehet, hogy 50 ezer éve. Hát 50 ezer éve nem lehet, mert csak 30 ezer éves, de lehet, hogy nem 5000, hanem 20, vagy tehát ebből megint nem lehetett következtetni, hogy hányos az alagút. Az alagút rég elrohadt volna, ez a fontos. Az könnyű, így van. Az alagútban viszont olyan épített falak vannak, amit érdemes megnézni. És ez még nem is a piramishegy, hanem az oda vezető alagút. Mit lehetne tenni? Ez a feltárás, ez 3 évvel ezelőtt kezdődött, ahol a bosnyák kormány megengedte, hogy az alagútban lehessen, illetve a hegy megbontása nélkül különösebb, tehát turista utakat, feltárást lehessen végezni, de úgy, hogy nem bántanak semmi különösebben. És ezt én közé tettem már akkor a honlapunkon is, én fordítottam, én kaptam meg oszlomban is ezt az üzenetet, hogy terjesszem el a magyaroknál, hiszen mikor itt volt 2009-ben, látta, hogy mekkora az érdeklődés, és mondtam, hogy velem is folyamatosan jönnek. Tehát ez évek óta megy, de egyre csökkent az érdeklődés a magyaroknak, akik ott dolgozni akartak. Meg nem bántanék senkit, de szívesebben beszélnek a boszniai hegypiramisokról, mint elmennek és ott ásnak, és akkor föl kell tárni bizonyos dolgokat. Azzal, már hogy... bocsánat, a nappiramis bejáratát megtalálták, vagy még nem? A nappiramisnak a hegy, hát ez az alagút, ez bevezet a hegypiramisba, ez egy több mint 3 kilométer hosszú alagút, amiből vagy 2,5 kilométer a hegyen kívül van. Tehát még a hegynek a oldalát az alagútban el sem érték, tehát ez egy meglévő alagút, csak ez egy olyan szűk a benne lévő törmeléktől, hogy szinte hason csúszva lehet bemenni. Aha. Tehát lélegzetellállító, mert semmi állattámasztás nincs, és hát se pénz, se posztó, se paripa, se fegyver, az bosnyák kormány nem támogatja, ezért lassú a történet. De ha már a magyarok próbálják ezt nagyon becsületes és tisztességes módon feltárni, segíteni oszmanagisnak, ezt örömmel fogja venni, hogyha bárki is elmegy és segít ebben a munkában, de az a kérésem, hogy ott ne azt mondja senki, hogy hunok építették, magyarok építették, és hogy a miénk. Mert ilyen terjedt el, és már kaptam az oszmanogistól ilyen leveleket, de figyelj, most hogy van ez? Hát eddig, ti nem ezt mondtátok, mi nem mondtuk, hogy a bosnyák oké, mi azt mondjuk, hogy ez a világörökség része. De hogyha ti meg mindig azt mondjátok, az ásatásokból, így van. Világörökség része lenne. Persze, hát ezen dolgozik egyébként. Konkrétan ez az Oszmanovicsról annyit kell tudni, hogy az ott elérhető 12 részes filmjét egy barátom elhozta. Ugye ez szerbül beszél és angol felírása van, amit egyébként megengedte, hogy igen, az ön filmjével együtt, nagyon megköszönöm, hogy föltegyük a VNTV weboldalára, elérhető. Ugyanakkor ez 300 perc, amire most ebben a pillanatban jelenleg nincsen kapacitásunk, hogy ezt hangos szinkronnal leszinkronizáljuk. Aki ebben tud segíteni, akkor a közérdekében. Pontosan a piramisokról, illetve az egész világ kitekintéséről van szó, szóval Oszmanovics munkájáról. Sokat tudnánk ebbe a dologba előrelépni, és ugye semmi sem a miénk. Az a miénk, amit hoztunk magunkkal, azt fogjuk elvinni. Nagyon fontos a magyar identitás szempontjából, hogy minden kis kapaszkodót keresünk akkor, amikor mindent el akarnak venni tőlünk, hogy mi egyik átmeneti kis név vagyunk itt, akit 1000 év után innen tovább kell söpörni, hogy ezt megértsük, hogy mi itt több 10 000 éve akár itt vagyunk, és ez a magyarság ősfészke, bosnyák testvéreivel, szerb testvéreivel, mert mindenki a mi testvérünk, tehát hogy nem kell be semmiféle különbséget tenni, viszont nekünk van erre szükségünk most, amikor el akarják a hazánkat venni, hogy tudjuk, hogy nekünk itt élnünk és halnunk kell, és ennek egy része lenne az, hogy a piramisokat
a mi gyökereinket ott kiássuk. Ez nagyon lényeges, ez össze is foglalta a dolgot, tehát valóban a rovásírás, és azért mondtam, hogy a könyvnek is az a cím, hogy Kárpát-medencei birtoklevelünk a rovásírás. Az írásműveltség kizárólag, ahogy mondottam, néhány leletet említettem, de több százat tudnék mondani, a szarvasi csontűtartótól kezdve, amit Avarsírban találtak, a nagyszer miklósi leletet, amin szintén rovásselek vannak, de most már nem Magyarországhoz tartozik, de így Belgrád mellett van a Vincsa település, tehát a Tóros Vincsa műveltség, vagy a Kőrösi műveltség, tehát a Szolnok mellett, a Tisza mellett, tehát annyi olyan lelet tömeg van, hogyha Magyarországon bármilyen építkezés van, ha csak leszúr valaki egy ásót, már talál valamit. A világon ilyen nincs, ez azt jelenti, hogy a Kárpát-medence mindig is lakott volt, vagy legalábbis a jelenlegi ismereteink szerint. A jégkorszak nem borított el, hiszen a Kárpátokig húzódott, itt viszont a rengeteg melegforrás, hőforrás, stb. Nem engedte az éghajlatnak olyan hidegségét. Tehát itt az emberi megtelepedésre lehetőség volt, és alkalmas volt. A világ volt. Következő időszakának a túlélésére. És a túlélésére is. És ez egy bölcsője az emberiségnek, ahol minden lehetőség megvan, és ezért a saját körmeinkkel védjük meg ezt a földet. És már csak annyit hadd tegyek, még talán még belefér a műsoridőbe, hogy a piramisoknak az építési korát nem tudja senki. Azt mondják, hogy a fáraó építette. A gizait se tudják, a mexikait sem tudják. De furcsán tartom, hogy Egyiptomban, tehát a halál után az élet, tehát a fáraónak a lelke onnan száll fel, mondják, hogy oda temették. Én voltam ott bent, abban a piramisban láttam, hogy oda halottat be nem tudtak cipelni, de teljesen mindegy. És Mexikóban viszont éppen a halálnak a helyszíne volt, aminek a csúcsán leszúrták, vagy kitépték a szívét az áldozatnak. Hát két ellentétes funkció, hogy ezek mind az időszámításunk előtti néhány ezer évre vezetődnek vissza, de hogyha itt ez a hegypiramis már 10 000 éve élt, vagy létezett ebben a formában, az azt jelenti, és nem folytatódott tovább a piramisépítés, miért nem folytatódott? Hova lett az a nép, amelyik a világon mindenhol megépítette a piramis hegyeket, ma így hívjuk őket, valójában, hogyha vizsgálnánk őket, lehet, hogy a piramisok ugyanúgy bebizonyíthatók lennének a világ minden részén, és ha már a viszokói ásatásokban próbálnak segíteni, és a magyarság gyökerét pont a rovásjelek alapján megerősíteni, akkor érdemes a Kárpát hazában is körülnézni, még a kis hazánkban is, akár a Sátorújhelyet mellett, akár a Pilisben Sátorújhelyet mellett, a Sátorhegy, vagy a Velencei hegységben található, vagy a Balatonról fölnézünk északra, az ottani Sátorhegyek, ezeket érdemes mind megvizsgálni, és akkor már nem beszéltem, hogy mi van a felvidéken, Kárpátalján és Erdélyben. Ennek a száma végtelen. Most már ugye hát a műsor időnk viszont véges, ilyen szempontból szerintem felkeltettük a kedves nézőink érdeklődését. Gábornak lehet kérdéseket föltenni, nézők által, nekem igen, nagyon szépen megköszönöm. Akkor a szerkesztőség belüli Szakács Gábor is kedves feleségének az elérhetőségét. Köszönöm, és mindenkitől szívesen tanulunk, mert nem nálunk van a bölcsekköve. Uh-huh. És tényleg ezt szeretnénk eljutni mi is a piramisokhoz egy kis forgatócsoporttal. Májusban megbeszéljük, hogy milyen módon tudnak követni, meg részt venni ebben a dologban, és aki tud, segítsen. Akinek van egy gyereke is, régészetet tanul, az ne Angliába, meg Egyiptomba menjek turkászni, hanem itt van a Boszniában, 3 euró naponta. Tehát ez egy akkora dolog az ő részükről, hogy ezt beajánlják, hogy igen, jó magyarok, hát ha közöttök van hozzá, akkor gyertek, ássatok, nézzük meg, hogy mire megyünk együtt. És azt mondom, nagyon köszönöm, hogy itt volt, hogy a gyökereinket, azt minden pillanatban megtaláljuk itt belül, milyen a szívünkben, de ássuk ki a piramisait. Így van, ezeket, hogyha bizonyítékokkal alátámasztjuk, akkor jobban fel vagyunk vértezve a támadásokkal szemben. Köszönöm, Gábor, hogy itt volt, és önnek köszönöm ezt a 40 percet, amit velünk eltöltöttek, és a téma még érdekes, biztos visszatérünk rá, viszontlátásra.